Stúdióban üdvözlöm Dóró Dórát, a Mi Hazánk alelnökét, országgyűlési képviselőt. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Beszéljünk a gyermekvédelem, vagy az ezzel kapcsolatos politikai kérdésekről. Itt talált a baloldal magának egy olyan témát, amiben hát nagyjából az országban mindenki egyetért, vagy nagyon kevés embert leszámítva egyetért. Ezzel kapcsolatban, és itt gondolok elsősorban a Gyurcsány Ferenc féle tüntetésekre, az influencer tüntetésre, csúcsra járatják a hamis információknak a hangoztatását. Miért szállt bele ebbe a meccsbe a Mi Hazánk? Mi nem szálltunk bele ebbe a meccsbe, tehát sem az influencer tüntetésen, sem semmilyen más a baloldali pártok által szervezett tüntetésen nem vettünk részt, és ehhez tartjuk is magunkat. Apáti Istvánnak napokig kint volt egy posztja a Facebookon, amiben hát gyakorlatilag Novák Katalint pedofilnak állította be. Hát nem tudok erről a posztról. Novák Katalin kegyelmet adott egy pedofil segítőnek, ez tény, ezt az egész ország tudja most már, és ez ellen jogosan háborodtak fel, nem csak baloldali emberek, hanem ebben is, ahogyan említette, az egész országban gyakorlatilag egyetértés volt, de mi szeretnénk azt, hogy egyrészt a politikai felelősségvállalás megtörtént ebben az ügyben Novák Katalin részéről, hiszen távozott a hivatalából, másrészt ez az ügy lehetőséget ad arra, hogy a gyermekvédelemre vonatkozik, szakmai javaslatokat tegyünk meg, de ebben a legkevesebb hitelessége a baloldalnak van, úgy gondolom. Tehát ők voltak azok, akik nem szavazták meg például a pedofilokkal szembeni szigorú fellépést eredményező törvényt, a Mi Hazánk képviselői természetesen támogatták ezt, és mi magunk is megfogalmaztuk azt a javaslatot is, amit később Orbán Viktor be is nyújtott, nevezetesen, hogy pedofil ügyben ne adhasson kegyelmet az államfő, tehát igyekeztünk konstruktív javaslatokkal hozzájárulni ennek az ügynek a megoldásához, illetve azt is kezdeményeztük, hogy a kegyelmi ügyekben növekedjen az átláthatóság és a transzparencia. Súlyog Tamás a beiktató beszédében szintén hitet tette mellett, tehát reménykedünk benne, hogy ezt a javaslatunkat is megfogadja most már az új köztársasági elnök. De akkor miért mondott Torockai elnök úr olyat, hogy a Fidesz nem a gyerekeket, hanem a Kaleta Gáborokat védi? Hát látjuk azt, Kaleta Gábort megpróbálták. Nem gondolom, hogy ellent mondanám, mind a kettő igaz. Tehát egyrésztről az, hogy... Hát ön mondta el, hogy most sorolta fel, hogy milyen intézkedéseket hozott a kormány. Így van, de attól függetlenül Kaleta Gábor esetében egy tényszerű, hogy megpróbálták el... elítélték Kaleta Gábor. Elítélték, de hát megpróbálták hazacsempészni kvázi Kaleta Gábort és a nyilvánosságtól megóvni, és látni kell úgy gondolom ennek a kormánynak mind a két arcát, és ez a legnagyobb problémája a Mi Hazánknak a kormányzattal, hogy minden pozitív intézkedés ellenére azért vannak nagyon súlyos erkölcsi morális ügyek, akár ezek a pedofil ügyek, akár a korrupciót is említhetnénk. 8-szorosára nőtt az elítélt pedofilek száma. Tehát mit kellene még csinálni? Az, hogy a pedofilokkal szemben szigorúbban léptek fel eddig, az nagyon helyes, és az is helyes, hogy további szigorításokat jelentettek be, hogy a Kocsis Máté frakció vezető jelentette be ezeket. Nekünk is vannak javaslatunk, például a kémiai kasztrálás a pedofilokkal szemben, hiszen ez úgy gondolom, hogy kellő visszatartó erővel bírna, illetve az újabb és újabb visszaeső bűnelkövetést is ki tudná küszöbölni. Másrésztről viszont szeretnénk azt is láttatni, hogy éppen ma jelent meg a KSH legfrissebb adatsorából, hogy a születések száma idén januárban 12%-kal visszaesett a tavaly januárihoz képest, tehát ha már a családbarát intézkedésekről beszélünk, akkor látható, hogy a kormány családpolitikája most már nem elegendő, és hogyha nem csak egy hónap adatait nézzük, mert az igazságtalan lenne, úgy gondolom, hogy egyetlen hónap adataiból szeretnék. Ezt akarom mondani, hogy mindig éves szinten szoktuk vizsgálni. Így van, hosszú távú következtetés és vonjunk le, de a tavalyi évben is nagyon súlyos visszaesés volt tapasztalható, nem csak a születés számban, hanem a termékenység vonatkozásában is. De ugye azt nem sem vitatja, hogy számos családokat támogató intézkedés van, itt a Csok plusztól elkezdve az adómentesség. Így van. Tehát és ezek nélkül ezeket, mi lenne? Így van, ezeket szintén mindegyiket kivétel nélkül megszavaztuk és támogattuk, és a jövőben is támogatni fogunk minden olyan intézkedést, amely akár egyetlen családnak is segítséget jelent. Ugyanakkor az látható, hogy ezek
nem elégségesek, tehát hogyha az eredményességét nézzük meg a családpolitikának, akkor azt mondhatjuk, hogy 2011-től kezdve 2021-22-ig valóban egy növekedés volt tapasztalható, de akkor ez megtorpant, és most már visszaesés van, tehát az 1,59-es termékenységi arányszám 1,52-re esett vissza a tavalyi évben, tehát újabb intézkedésekre és radikális szemléletváltásra lenne szükség. De azt is tetszik tudni, hogy 2010-ben mennyi volt? Igen, tudom. 1,24. Így van, tudom, ezért mondtam, hogy folyamatos növekedés volt. Szerintünk például a szemléletváltáshoz is hozzá kellene járulnia a kormánynak. Erről egyébként Orbán Viktor is beszélt az országgyűlésben egy korábbi alkalommal. A Mi Hazánk képviselője Novák Előd egy éves jövedelmét ajánlotta fel arra a célra, hogy a családi életformát népszerűsítsük. Látjuk a plakátjaikat is. Illetve egy anya otthon létrehozására is, amely a legnehezebb sorsba taszított édesanyáknak tud segíteni. Tehát igyekszünk ebben is jó példával járni elől, és annak ellenére, hogy ellenzéki párt vagyunk, konkrét intézkedéseket teszünk. Ugye a plakátoktól nem fog a termékenységi ráta nőni. Az, hogy milyen propaganda éri a fiatalokat és a gyerekeket, látjuk az LMBTQ-nak a hatásait, és itt, ha már a pedofiliával indítottunk, ugye el között is összefüggés van. Ezért különösen szomorú Apáti Istvánnak ez a posztja. Érdemes lenne foglalkozni vele. Ez egy mélyém Novák Katalint ábrát, nem szeretném elmesélni, de gyakorlatilag pedofilként festi le. És ez nagyon szépen illeszkedik ahhoz a baloldali narratívához, amelyik azt állítja, hogy Orbán Viktor. Igen, sejtem, hogy melyik mémre gondol. Én nem értelmezem úgy azt, hogy Novák Katalint pedofilként ábrázolja ez, hanem az tény is való, hogy Novák Katalin egy pedofil bűncselekmény eltusolásában közreműködő, jogerősen elítélt férfinak adott kegyelmet, és ezért... De ugye kegyelem nem felmentést jelent. És levonta a következtetéseket. Így van, de ezt azelőtt tette közé Apáti István, mielőtt Novák Katalin lemondott volna, tehát ezért fontos érdemes hangsúlyozni. Lenne akkor, ne? Hát nem feltétlenül, hogyha megnézzük a dátumot. Egy három gyerekes anyáról van szó. Abban hát három gyerekes anya, ezért különösen felháborító, hogy kegyelmet adott egy gyermekeket ellen irányuló bűncselekmény eltusolásában közreműködő férfinak, de szerintem... Tehát a magunk részéről próbálunk, még egyszer mondom, olyan javaslatokat tenni, amelyek előbbrébb viszik az országot, akár a gyermekvédelem területén, akár a pedofilok üldözése területén, akár a családi életforma népszerűsítése terén, és ehhez kapcsolódóan fontos azt hangsúlyozni, hogy igenis a családi életforma, életközösségnek a népszerűsítése az rendkívül fontos, és az, hogy ilyen példákat mutassunk a fiataloknak, és ne mindenhonnan az LMBTQ propaganda legyen, amely rájuk ömlik. Látjuk azt sajnos, hogy számos Netflixes sorozatban, filmekben bújtatottan, sunyi módon próbálják átmosni a fiataloknak az agyát, és erre valami fajta válaszreakció. Hát, ez a gyermekvédelmi törvény, pont ezt célozom. Tegnap Torockai László az ATV-ben járt, és azt mondta, hogy tárgyalásokat kezdeményeznek Varga Judit volt férjével. Megtörténtek ezek a tárgyalások? Nem történtek még meg, ugyanakkor azt látom, hogy szintén az egész ország figyelmét felkeltette azok a megnyilvánulások, amelyeket Magyar Péter tett. Miért nem tárgyaltak? Még nem jött létre ez a találkozó. Elképzelhető, hogy létrejön, ugye nem rajtunk múlik. Azok a konkrét korrupciós esetek, amelyeket felsorolt, illetve azok a mechanizmusok... Amelyekre semmiféle bizonyítékot nem szolgáltatott. Azok a mechanizmusok, amelyekről beszélt, azok igenis nagyon aggasztóak. Bár hozzáteszem, hogy számos olyan ügy volt, amellyel kapcsolatban ezek már nyilvánosságra kerültek, vagy... Ugye számos állítását meg helyesbítettem, Magyar Péter azt mondta, hogy mégse úgy gondolta, nem így akarta mondani, szóval. Attól még szerintem helye van a vizsgálatnak ebben az ügyben. Ha bejelentkezne Magyar Péter, hogy belépne a Mi Hazánkba, nyitott kapukat találna-e? Nem döntöttünk még erről, és ezért ennek kis esélyét látom, hogy jelentkezni fog a Mi Hazánkba. Ugyanakkor az, hogy például a devizahiteles ügyek kapcsán felmerül egy bizonyos Tóni, Barbi és Ádám, és hogy ezt a nyomozó hatóság nem tudja kideríteni, hogy ki ez a Tóni, holott az egész ország Rogán Antalra tippel. Azért ez elég nyilvánvaló, nem csak szóbeszédekről van szó, hanem ezek szerepelnek a nyomozati anyagban. Ha van bizonyítékuk, tegyenek feljelentést. Hát
maga az ügyészség is sajnos a kormánynak alárendelten működik, és Polt Péter nem végzi el úgy a feladatát ezekben az ügyekben, ahogyan azt el kellene végezni, és ezek azok az ügyek, amelyek miatt mondjuk számos magyar embernek a zsebében kinyílik a bicska, amikor azt látja, hogy ilyen maffia hálózatot meg tud úszni, maffia hálózatnak a működtetését meg tudja úszni. Dúró Dóra, köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm a lehetőséget.